A mai ember olyan ember, ami kivetkőzik az emberségéből. Azért vetkőzik az emberségéből, mert kivetkőzött a Krisztusi asságából. Tehát, hogyha megvan a Krisztus, akkor megvan az emberségünk. Úgyhogy nyilván az, hogy eukarisztia, erre aztán mindenféle elgondolókat lehetne mondani is, meg ábrázolni is. De hogyha önök, hogyha ti azért itt a Krisztushoz vissza tudtok térni, és itt azért az eukarisztiában a Krisztus az első, az olyan nem olyan rossz kondíció, szóval arra lehet építeni. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg Szabolcs atya, pálos rendi szerzetes, a Krisztus teste címmel rendezett országos cigányképző művészeti kiállítást. A cigányság életében fontos helyet foglal el a vallás, az istenhit. Ezt vallja Kalányos Gyöngyi cigányfestőművész is. Az itt kiállított művén ez jól tükröződik. A Jézus hogy feszíti keresztre, például, hogy élte meg Jézus ezt a fájdalmat, ezt az érzést, milyen érzései lehettek, tehát ezen. Ezzel a tárlattal kíván csatlakozni Pécsen a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszushoz. A szervezet kezdetektől fogva fontosnak tartja a cigányság vallási kultúrájának támogatását. Jézus az arcát adta nekünk, és hogy ezt az arcot ápolni kell, és büszkének kell arra lenni, hogy mi is részesei vagyunk ennek a misztériumnak, amit az utolsó vacsorán hagyott ránk, hogy nekünk adta a testét és a vérét. Én úgy gondolom, hogy ez a misztérium a cigányok misztériuma is, és hogy ezt követnünk kell mindig. Vallásosságuk számos alkotásukon visszaköszön. Egy-egy bibliai jelenet, történet, portré híven ábrázolja hitvilágukat. A Ráczradár közösségi házba látható művek mindezt bizonyítják.